Ez a demo Basic-ben készült Commodore 64-re, egyetlen sorba le 255 byte-ban. A Transmission 64 szabályai alapján lett készítve. Először nézzük meg a demót, és utána bemutatom, hogy hogyan készült. Először a plazma kirajzolását mutatom meg. A plazma egy egyszerű effekt, csak a képernyő X és Y koordinátáit használjuk, és színusszal kiszámolunk egy színt minden egyes képpontnak. Ha jól állítjuk be azt, hogy hogyan függjön a képpont az X és Y koordinátáktól, szép képet kapunk. A demo egyik első verzióján keresztül mutatom be az alapokat, utána majd megnézzük a végleges verzió kódját is. Ebben még nincsen zene, és a plazma is nagyon kezdetleges. Szükségünk lesz egy palettára, és mivel valós időben nem elég gyors a Basic, ezért az elején egy string tömbbe legeneráljuk az összes sort, hogy utána már csak ki kelljen írni a sorokat egymás után. A CBM Studio-t használtam, ezzel könnyen lehet Basic programokat írni, és engedi a hosszú 255 byte-os sorokat is. Hogy könnyebben el tudjam magyarázni, szétbontottam a demót több sorra. A nulladik sor egy 16 elemű paletta. Lehetne egy egyszerű string változóba is tenni, de majd látni fogjuk, hogy ezzel a módszerrel kb. 3-4 byte-os spóroltunk, ami a teljes demónál nagyon kellett. A tizedik sorban lefoglalunk az A dollár tömb számára 30 elemet, ezekbe kerülnek az előre kalkulált plazma sorok. A 15. sor a sorok ciklusa, a 16. sorban a B dollár az aktuális plazma sor, ami egy invertálóval kezdődik, hogy a szóközök színes kockaként jelenjenek meg. A 17. sor az oszlopok ciklusa, és azért 39, hogy ne ugorjon sort. A 20. sor számolja ki az aktuális plazma pixel színét a D változóba. Az X és Y osztója a nyújtást, és a 7 és a 9 szorzó a formáját határozza meg, ezzel nagyon sokat lehet kísérletezni. Az End 15 pedig biztosítja, hogy 0 és 15 közötti érték maradjon, és mindig pozitív. A 35. sor rakja bele a B dollárba a következő pixelt. Itt a Basic tárhelytől olvassuk ki a byte-okat, és abból készítünk stringet, a CHR dollár segítségével. A 2055 az a nulladik sor idézőjel utáni byte-jára mutat. A végére pedig egy szóközt rakunk. Az 50-es sor az elkészült plazma sort a B dollárból átmásolja az A dollár Y indexű elemébe, a 60. sor a sorok next-je, ha elkészült, akkor a 70-től 130. sorban ismétlődve kiírjuk az A dollár tömb értékeit, ami egy idő után megtelíti a képernyőt és scrollozni fogja. Amikor ezzel elkészültem és láttam, hogy maradt még hely, elkezdtem kicsit finomítani. Sokkal jobban néznek ki, ha nem dobálná alul a scrollozásnál a sort, és fekete lenne a háttér. Ezt az 1100. sor biztosítja, levettem 24 sorosra a képernyőt, így az alsó sor eltűnik, simább lesz a scrollozás, és beállítottam a háttér és keretszint is. Az 1200-as sor egy csomó seed regisztert állít be a zenéhez. Két csatornát használtam, az elsőn egy folyamatos háromszög hang szól, és annak csak a frekvenciáját változtatom az 1300-as sorban. A második csatornának a frekvenciája fix, de a hullámformát minden sorban változtatom, ezért olyan dob és basszusszerű lett az egész. A zenéhez is készítettem egy kis segédprogramot, amivel le tudtam játszani a hangokat, meg tudtam komponálni a zenét, majd ezt kiírogattam és átraktam a demo megfelelő helyére. A zenéről még annyit, hogy a frekvenciát 2 byte-on állíthatjuk, de mivel ez nem fért volna bele a 255 byte-ba, ezért csaltam egy kicsit. Csak a felső byte-ot állítottam, és nem a normál zenei hangokat használtam, hanem kihasználtam azt, hogy 2 oktáv között kétszeres szorzó van, az alaphang és a quint között pedig 2/3 szorzó. A végső verzióban a basszus fixen 5-ös értéket kapott, a felső szólam pedig 10 és 20 közötti számokból állítottam össze a dallamot. A második szólam ott is úgy működik, hogy fix a frekvencia, de változó a hullámforma, amivel egy dob és basszus érzetét keltettem, a fehér zaj és a fűrészfok hullám váltakozásával. Nagyon-nagyon sok verzió készült, mire a versenyre beadott program összejött. Amikor Kopasz beállította a palettát és átvariálta a plazma értékeit, nagyon sokat javult a demo kinézete. Pár érdekesség a teljes verzióról. A zene dallamát ugyanúgy állítjuk be, mint a palettát. Peak utasításokkal kiolvassuk a Basic tárhelyről a frekvencia és a hullámformák értékeit. Erről részletesebben a másik egysoros videómban hallhattok.
paletta és a zene adatai a program végére kerültek, és RAM utasítást használtunk. Így egy bájtot spórolhattunk, mert nem kell lezárni az idézőjelet. A képernyőszín villogtatásánál úgy kellett kikalkulálni, hogy a végén nulla legyen, vagyis fekete, ezért egy sorral többet számolunk ki, hogy Y utolsó értéke 64 legyen, de csak 63 sort használunk fel. A sorok színusz értékét csak a sor elején számoltattam ki, és elrakom a C változóba. Ezzel gyorsítom az előkalkulációt. Ez pár plusz bájtot eredményezett, de csak így fér be az időlimitbe. Végezetül érdemes megnézni a demo fejlődését, hogy hogy lett egy egyszerű plazma effektből egy szép effekt zenével.